Kedves nézőink, a Reményhír TV 63. adásában a következő eseményekből láthatnak összefoglalót. Születi mulatságot rendeztek az Álomvár bölcsödében. Folytatódott a női konferencia programsorozat, amelynek ezúttal Ibrány adott helyet. Bemerítkezési alkalmat tartottak Nyírvasváriban. Műsorunkban részletet láthatnak továbbá Surman László nyírvasvári prédikációjából és az Ibrányi gyülekezet dicsőítéséből is. Álomvár bölcsödébe és a Szegen hagyomány már a születi mulatság. Népzenével kísérve, népi öltözékbe öltözve várjuk a bölcsiseink családját, szüleit. Nagyon szeretik a szülők az első közös programunk, ami egy családi program. Utána jön az adventi vásár, gyermeknap, folyamatos programokkal vannak itt a szülők, a gyerekekkel. Konyha finomságokkal készült, és rengeteg, nagyon szép portékával a kisgyermeknevelők. Szőlőszedés, muskészítés, éppen csak, hogy a taposás nincsen már, mert elég hűvös az idő. Nagyon, a mai gyerekek már nem igazán ismerik ezt a hagyományt, hogy hogyan készül a must és a bor. Ezt mutatjuk be ilyenkor egy idősebb kollega segítségével, illetve fotósarkunk is lesz, vagy van, ahol a családok fotózkodhatnak igazi szalmabálán, teljesen mindent a népi hagyománynak megfelelően. Ibrányról és környékéről érkeztek résztvevők a településen megtartott női konferenciára, amelyet az MPE-OCM, az Eszter Mentor program keretein belül indított útjára. A konferencia sorozat tapasztalatai nagyon pozitívak. Az ország több pontján rendszeresen megrendezett programsorozat minden alkalommal nagy népszerűségnek örvend. Az Ibrányi alkalmon, amelyen több mint 30-an vettek részt, a dicsőítések után a tanítás következett. Ennek fő témája a testi és szellemi kereszténység közötti különbség volt, Márta és Mária példáját felidézve, amelyről Berkini Erdélyi Julianna beszélt a megjelenteknek. Tehát ha Máriák leszünk, Máriák vagytok? Máriák vagytok, amen. Akkor szellemi módon tudtok megítélni mindent, amik bennetek, körülöttetek fog zajlani. Amen. És ha szellemi módon ítéltek meg, vizsgáltok meg mindent, akkor ebben már is benne van a győzelmi lehetőség. Mindemellett szóba került az abortusz témája és az igeolvasás jelentősége is, az esemény pedig a hagyományokhoz híven vendéglátással zárult. Öten pecsételték meg bemerítkezés által Jézus Krisztussal való kapcsolatukat Nyírvasváriban. Az ünnepi gyülekezeti eseményen Surman László, missziós igazgató hirdetett igét, a bemerítkezés fontosságát hangsúlyozva, Keresztelő János és Jézus példáján keresztül. A bemerítkezők közül ketten a helyi gyülekezet tagjai voltak, hárman pedig Tiszakarádról érkeztek. Voltak olyan fiatalok közöttük, akiket szüleik jó példája indított el az Úr követésére. Az Isten tiszteleten a helyi gyülekezet vezetője Gál Tibor mellett Danó Gusztáv és Lakatos Róbert lelkipásztorok is szolgáltak.
napon került először megrendezésre, nyílt formában családokkal együtt az őszmarasztaló háladásnak keresztelt programunk, amire már nagyon régen vágytunk. A tavalyi évben megalapítottunk egy kis ovikertet, ahol elkezdtünk zöldségeket és gyümölcsöket termeszteni a gyerekekkel együtt, elkezdtük gondozni őket tulajdonképpen egészen a magvetéstől a termések leszüreteléséig, és azt vettük észre, hogy a gyermekek nagyon-nagyon igénylik azt, hogy foglalkozzunk a növényekkel, és arra gondoltam, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy ezt a növekedést, amit Istentől kaptak, és a mi gondozásunkkal, ezt ünnepeljük meg, és háladás keretén belül köszönjük meg Istennek azt, hogy gyönyörű szép növényeket kaptunk, megkoronáztuk tulajdonképpen a hálaadással azt a sok-sok munkát, amit egész évbe befektettünk. Annyira lelkesen készült mindenki, kicsitől a nagyjáig, hogy még már a tegnapi nap folyamán elkezdtük a programunkat, de pont azért, mert a Reményhír Intézmény Fenntartó Központ ugye idén 10 éves jubileuma van, emiatt 2 naposra terveztük, és már tegnap gyermekműsort adtunk elő, a gyermekek hálaadó kis dalokat, verseket, őszi dalokat, verseket adtak elő egymásnak, illetve iskolás barátainknak, és a mai napon megkoronáztuk ezt egy Pintér Béla koncerttel. Lehetek nagy legény, de minden az enyém is van. Megkaptam mindent, amit álmodtam, vidáman táncolok. Tudom az angyalok, hogy nekem kapcsolnak, öregjössz el, majok. Lehetek nagy legény, de minden az enyém is van. Megkaptam mindent, amit álmodtam, vidáman táncolok. Tudom az angyalok, majd nekem kapcsolnak. Örülök annak, hogy vannak ilyen napjaink, hogy a karácsonyról is megemlékezünk egy nap, akár a hálaadásról, vagy Jézus feltámadásáról. Vannak ilyen ünnepnapjaink, ezek kiemelkednek a hétköznapokból, de egy kereszténynek szokták ezt mondani, örök húsvétja van, vagy örök karácsonya van, hogy Jézus ünnepli azzal, hogy benne él. És örökké hálás. A Biblia azt mondja, hogy adjatok hálát mindig, mindenért Jézus nevében. Ha mindig beadva benne van, most a péntek délelőtt is, meg majd a holnap éjszaka is, meg a vasárnap reggel is. Úgyhogy ez egy életstílus, azt gondolom, hálásnak lenni. Az Istennek egy nagyszerű találmánya, és nagyszerű dolgokat működtet, és mozgat meg az ember lelkében, hogyha van egy hálás hozzáállás az élethez. Újra, 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 újra
Elközelített az Istennek a királysága. Máté evangéliumának 3. fejezete első 8 versét szeretném olvasni közöttetek. Azokban a napokban pedig eljöve keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában. És ezt mondja vala, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, és ezt mondván, kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből volt, és bőrő volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és saduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik: mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Teremtő jó Istenünk, jövünk hozzád ezen a mai délutánon is. Uram, hála van a szívünkben, hála van azért, mert láthatjuk azt, hogy vannak emberek, akik hallják az örömhírt, és az örömhír hallatán, Uram, felismerik azt, hogy ők elveszett emberek nélküled, és hoznak egy döntést, hogy megtérjenek. Uram, köszönjük ezeket a szíveket, és Uram, én hiszem, hogy nagyon sokan vannak még, akik nem adták át az ő életüket, az ő szívüket neked, de készíted az ő életüket is, hogy megtérjenek. És Uram, valóban, ahogy hallottuk a bizonyságokban is, hogy nem mi keresünk téged, hanem te kerestél meg bennünket, te kerested meg az én testvéreimet is. Amiért, Uram, szintén hála van a szívemben. Köszönöm az igét, Uram, hogy megeleveníted és élő beszéddel szólsz a mai délután hozzánk. És köszönöm, Uram, hogy az élő beszéd az elvégzi az ő munkáját a szívekbe, a jó földre esik. Uram, legyen így ezen a mai délutánon a neved dicsőségére. Amen. Az első gondolat, amit szeretnék veletek megosztani, az, hogy térjetek meg. Ezt mondja keresztelő János, vagy ha úgy tetszik, bemerítő János. És jogosan lehet feltenni azt a kérdést, hogy miért térjünk meg. Ugye a megtérés szónak a jelentése, biztos hallottátok már sokan ezt a szót, hogy metanoia. Ennek a szónak a jelentése megbánás, megtérés, megfordulás. Hát több jelentése van a szónak, ugye a Biblia két szövetségből, Ószövetség és Újszövetségből áll, és az Újszövetséget görög nyelven írták, és a görög nyelvnek van egy ilyen sokszínűsége, hogy egy-egy szó többféleképpen lehet kifejezni. És ebben az értelemben azt mondja, hogy megbánás, megtérés, megfordulás az Istenről való gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Tehát ahogy eddig gondolkodtál Istenről, ez megváltozik, miután te megtértél. És ahogy a kereszt lányom is mondta a bizonyságában, hogy meggondolta magát, mert eddig nem gondolt az Istenre, eddig nem foglalkozott az Istennel, de amikor belekerült abba a helyzetbe az ő gyermekével, akkor rögtön jött, hogy változtatni kell az Istenről alkotott véleményünket. És nagyon sokan vagyunk így, akik nem is gondolunk sokszor Istenre, lehet, hogy tudomásul vesszük, hogy van Isten, de igazán nem gondolunk arra, hogy ő akar-e valamit tőlünk. Hogy egyáltalán Istennek van-e terve az én vagy a te életeddel. És nagyon sok embernek a gondolkodásában az Isten az úgy néz ki, mint egy ilyen automata, hogy na most én elmegyek csatkára, letérdelek, oda kúszok, mászok valahogy az oltárig, és akkor az Isten segítsen engem meg, mert én elmentem oda, és én nagy dolgot tettem. Csak az Isten az nem így gondolkodik. Az Isten nem azt várja, hogy térden állva menjél, másszál, kúszszál oda hozzá, hanem azt várja, hogy ismerd fel, hogy az életed elveszett ő nélküle. Hogy az életünkben bűnök vannak benne, és ezeket a bűnöket fel kell ismerni.
Az odafordulásnak az előfeltétele az apostolok cselekedetének 3. fejezet 19-es versében olvasom. Most azonban változtassátok meg gondolkozásotokat, és forduljatok vissza Istenhez, hogy eltörölje a bűneiteket. Azaz saját teljes bűnös állapotunk elismerése a Szent Isten előtt. Ugye a megtérés szóról talán köztetek is szóltam már többször. A megtérés szónak a jelentés, olyan sokat halljuk, hogy térjetek meg. Megtértél, meg vagy térve? De igazából azt se tudjuk néha, hogy mit jelent ez a szó, hogy megtérés. És hogyha a megtérés megint megnézzük, ahogy az előbb is említettem, a héber gondolkodás és a görög gondolkodásból, akkor kétféle módon közelítjük meg a megtérésnek a jelentését. A görög megközelítés az ez egy gondolkodó nyelv, a görög nyelv egy gondolkodásmódbeli változást, egy helyzetnek a felismerését jelenti. Tehát felismerem azt, hogy bűnös vagyok. Felismerem azt, hogy valami nincs rendben. És felismerem azt a helyzetet, hogy rendben lehetne az életem, ha nem úgy élnék, ahogy jelenleg élek. És a héber gondolkodásban pedig a megtérés gyakorlati nyelvként lényegében gyakorlati módon fejezi ki, hogy valaki megy egy irányba, halad egy irányba, rájön, hogy rossz irányba megy, és megfordul, és visszamegy oda, ahonnan elindult. Tehát, hogyha az embert Isten megteremtett és helyezte az Édenkertbe, a gyönyörűség a tökéletesnek kertjébe, és az ember elkövette a bűnt, a megtérés ez pontosan azt jelenti, hogy visszamegyek az Istenhez. Rájövök, hogy a bűn engem elszakít Istentől, hogy a bűn miatt az én zsoldom, az én fizetségem a halál, de én nem akarok meghalni, és nem akarom, hogy meghaljon a családom, nem akarom, hogy meghaljon a gyerekem, vagy a szüleim, és ezért meg kell, hogy térjek, meg kell, hogy változtassam az életmódomat, a gondolkodás módomat, vagyis vissza kell mennem ahhoz, aki engem alkotott, aki engem teremtett, a jó Istenhez. Amikor ti megtértetek, és hallgattátok az evangéliumot, hallottátok, ahogy a szolgáló testvérek hirdetik neked az örömüzenetet, a jó hírt, hogy eljött Jézus erre a földre és szeret téged, akkor ez én hiszem, hogy a te szívedet megindította. Így volt? És miután megindult a szíved, megértetted, rájöttél arra, hogy a te életed rossz irányba tart. Mert Isten nélkül van az életed. És hoztál egy döntést, hogy te nem akarsz így élni, hanem Jézushoz akarsz menni. Így volt? Hát egy kicsit legyetek meggyőződnek. Így volt? Amen. Úgy olvassuk, hogy azt mondja az írás, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Jézusnak az ige hirdetéseinek, amikor a földön járt Jézus, a központi üzenete mindig az volt, hogy elérkezett a mennyek országa. És megnéztem az igébe, hogy lehetne ezt jól elmagyarázni a testvéreknek, hogy megértsék, hogy mit is jelent ez a gondolat, hogy elközelített a mennyek országa, és kétféleképpen közelítem meg ennek is a magyarázatát. Az egyik az, hogy megnézzük, hogy a menny szó ég, vagy égfolt, vagy legfelsőbb eget jelent. Az ország meg királyságot, birodalmat, uralmat, királyi hatalmat jelent. Tehát a mennyország ugyanakkor jelenti az Isten királyságát. Ha azt mondom, hogy mennyország, akkor ugyanazt mondtam, hogy Istennek a királysága. És hogyha az Isten királysága eljött hozzánk, elkövetkezett felénk, akkor az azt is jelenti, hogy az ő uralma, az ő hatalma ezen a földön, közöttünk elkezd épülni, elkezd megerősödni, és ebben a hatalomban nekem alá kell vetnem magam az Istennek. Olvasnék egy igét, a 103-as Zsoltár 19-es versét. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodásának
és az ő uralkodása mindenre kihat. Tehát ott van Isten a mennyben, az ő királysága eljön erre a földre, és ahogy ő uralkodik, ugyanúgy uralkodik a mennyben, ugyanúgy uralkodik a földön. De az ő uralkodása az nem olyan uralkodás, mint ahogy a történelemben láthattuk, hogy vannak nagy királyok, akik elég zsarnok módon uralkodnak, hanem az ő uralkodása az igazságos szellemben járással van, és szeretetben van az ő uralkodása. És az ő uralkodásának a célja, hogy az ő országának polgárai örömbe, boldogságba és békességbe éljenek. A megtéréshez, ahogy olvastam, elengedhetetlen a bűnbánat. És tudjátok, nagyon sokszor én gondolkodtam azon, hogy hogy van az, hogyha valaki megtér, ugye megbánta a bűnét, megtért, átadta az életét az Istennek, és rövid időn belül el tud szakadni Istentől, és nem jár a gyülekezetben. Ezeket, amiket mondok, most arra alapozom, hogy amennyien már megtértek és bemerítkeztek Nyírvasváriba, már most nem férnénk be, ha mindenki megmaradt volna, és mindenkit lenne a gyülekezetben. A bűnbánat nagyon sokszor úgy van, hogy az emberek, amikor imádkoznak, bocsánat, látom sokszor, hogy sírnak az emberek. És amikor megkérdezem, hogy miért sírsz, akkor azt szokták mondani, hogy hát, tudod, olyan nehéz az életem, olyan nehéz a helyzetem, ne, beteg a gyerek, szegények vagyunk, nehezen élünk. És különböző dolgokat fogalmaznak meg az emberek. Nem azért sírnak, mert érzik a bűnterhét, és érzik azt, hogy Jézusnak fájdalmat okoztak, hanem azért sír az ember sokszor, mert önmagát siratja. És ez nem bűnbánat, ez egy hamis dolog. És erre szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy ne azért sírjatok, mert magatokat sajnáljátok, hogy rossz az anyagi helyzet, vagy nem tudom milyen küzdelmekbe vagytok, hanem minden esetben, ha a bűn megjelenik az életetekbe, vagy akar benneteket, mert azt mondja az írás, hogy az ördög az olyan, mint az ordító oroszlán, szerte jár, és azt keres, hogy kit nyeljen el. És amikor ezt tapasztalod, hogy jön az ordító oroszlán, hogy elnyeljen téged, és elkövetsz valamit, mert elkövet az ember, sokszor beleesik olyan bűnbe, olyan vétekbe, akkor ne az legyen a te döntésed, hogy a földön fekve maradsz, hanem álljál fel a földről. Mikás 7-8-ból olvassuk, hogy azt mondja az írás, hogy ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Mert a sötétségben jártam is, sötétségben járok, és az Úr az én világosságom. És az ő világosságában én felkelek. Tehát a bűn bánat az életünkben igazán akkor erőteljes, amikor érzed és tapasztalod azt, hogy amit nem jól csináltál, ezzel Jézusnak okozol fájdalmat. Ne magadat sajnáld, mert azzal nem jut sehova, hanem értsd meg, hogy Jézustól eltávolít a bűn. Azt mondja az írás egy másik helyen, hogy nem az Isten keze rövidült meg, hogy csodákat tegyen, hogy a beteget meggyógyítsa, hogy az életünket helyreállítsa, hanem azt mondja, hogy a mi bűneink, azok választanak el Istentől bennünket. A Márk 1.15-ben azt olvassuk szintén, hogy eljött az idő, Isten királysága megérkezett. Hogy már itt van. Hogy mi ebben a királyságban vagyunk benne. És amikor ebben a királyságban vagyunk benne, az nem lehet, hogy az emberek ezt ne tudják, hogy mi az Isten királyságában vagyunk benne. Hogy az Isten királyságának a polgárai, az Isten királyságának a részesei vagyunk. És tudjátok, sokszor látom, hogy a keresztény emberek azok inkább ilyen panaszkodásból élnek, ilyen sóvárgó, sopánkodó emberek, mint erős, teljes hitű, Krisztusban meggyőződött emberek lennénk. Mint olyan polgárok, akiknek állampolgári jogaink vannak. Mennyei állampolgári jogaink vannak. És azt mondja az írás, hogy hatalmat ad az Isten nekünk. Hatalmat ad a gonosz felett taposni,
hatalmat ad beteget gyógyítani, és olyan keveset látjuk, hogy ez a hatalom működne, hogy ezt a hatalmat gyakorolnánk. És tudjátok, miért van ez így? Mert Isten hatalma csak annak ad, aki az ő hatalma alatt van. Aki nem akar hatalom alatt lenni, aki nem tűri az Isten hatalma alatt való létezést, élete, az nem fog tudni Istentől hatalmat kapni. Lehet, hogy majd mész a Jézus nevébe kiabálni, majd mondod, hogy a Szent Szellem hova menjen, mit csináljon, hogy csinálja, mintha mi ugráltathatnánk az Istent, hogy ő mit csináljon. Esetleg megkérhetjük őt szeretettel, alázattal, alázatos szívvel, hogy drága Szent Szellem, te ezt megtehetnéd, hogy meggyógyítsd ezt a beteget. Ha akarod, ha kedves előtted, akkor gyógyítsd meg ezt a beteg embert. Tudjátok, teljesen máshogy néz ki, mikor így az Isten hatalmába élünk benne, és így parancsoljuk. Egy kérdés az Isten királyságában és a megtérésünkkel kapcsolatban, hogy mi az embernek a helyes magatartása, hogyan kell nekünk viselkednünk az Isten királyságában. A Máté 6. fejezet 33-as versét szeretném olvasni, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Kolossi 3.1-et is olvasom hozzá. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztusson, az oda felvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Tehát azt mondja mind a két helyen, ahogy olvassuk az igét, hogy a mennyei polgároknak a magatartása, viselkedése, az úgy kell, hogy működjön, hogy először az Isten országát keresem. Először keresem az Istent, először a vele való kapcsolatot keresem, és majd azt követően az Isten gondot fog rólam viselni, hogy kifizessem a gázszámlát, kifizessem a villanyszámlát, hogy tűzifát tudjak vásárolni, hogy élelmiszert tudjak vásárolni, hogy ruhát tudjak vásárolni, mert a hitünk megpróbáltatás alatt lesz most. Ez vár ránk. Megpróbálják a hitünket, de hogyha az Isten országát keresed, és az ő igazságát keresed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy majd annyi bizonyságtevő lesz itt, annyi bizonyságtevő lesz, hogy azok, akik nem hittek is, majd fognak jönni, és azt fogják mondani, hogy hú, olyan tapasztaltam, Isten úgy segített engem, hogy én is meg akarok térni, én is keresem az Isten, én is be akarok merítkezni. De ehhez szükséges, hogy ti, akik hisztek, akik odaadtátok az életeteket Istennek, akik most be fogtok merítkezni, és egy jó döntést hoztatok az életetekbe, hogy ez példamutató legyen ez az élet. Hogy amikor elkezdünk bizonyságot tenni a szabadságról, tudjátok, szoktam ilyeneket mondani, akkor ne a cikivel a szátokba tegyetek bizonyságot arról, hogy Jézus hogy szabadított meg, mert akkor nem lesz hiteles a bizonyságtétele. Ha most én itt egy üveg viszkit iszogatnék, miközben igét hirdetek nektek, akkor lehet, hogy ti is azt mondanátok, hogy nem hiteles az, amit mondok a számotokra. Tehát a szabadságot, amikor élet, megélet, ezt az embereknek látni kell, hogy az Isten szabadsága benne van az életedben. Nem lehetünk képmutatóak, tudjátok, milyen hamar lebukunk? Azonnal észreveszik, hogy képmutatók vagyunk, hogy mást beszélünk, és másmilyen az életünk. Ahogy olvastam a másik verset a Kolossi 3.1-ben, ott pedig azt mondja az írás, hogy az oda felvalókkal törődjetek. Ugye ismeritek azt a történetet a Bibliában, amikor Péter megvallást tesz Jézusról, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek a fia, akkor azt mondja Péternek Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, menj el tőlem, Péter, mert olyan dologra akarsz engem rávenni, ami nem az Istennek az akarata. És ez azt jelenti, hogy amikor Péter azt mondja Jézusnak, hogy te nem hallhatsz meg, szó se lehet erről, akkor Péter Jézust el akarja attól a céltól téríteni, amiért ő eljött, hogy a bűneinket magára vegye, felvigye a Golgotának keresztre, és a mi bűneinkért ő meghaljon. Hogy az életét adja a bűnös emberekért, hogy megbékítse az Istent az emberrel és bennünket az Istennel. És akkor azt mondja, hogy nem ez a fő hangsúly, amikor azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, ezt szoktam hallani, hogy az igehirdetők ezt hangsúlyozzák. Nem ez a fő hangsúly. A fő hangsúly azonban,
Amikor azt mondja, hogy mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra gondolsz. Drága testvérek, a mi hívő életünk általában ezen szokott elbukni. Hogy mi nem az Isten dolgaira gondolunk, nem arra gondolunk, hogy ő teremtette az eget és a földet az ő szavával, kimondta, hogy legyen és előáll minden a láthatatlan világból. Nem azon gondolkodunk, hogy az Isten minden szükségünket betölti az ő gazdagsága szerint a Filippi 4.19-ben, hanem csak a problémákra szoktunk koncentrálni, a problémákra figyelünk, a bajokra figyelünk, hogy nekünk milyen rossz, nekünk milyen nehéz. És közben azt mondja az írása, hogy az előbb is idéztem, hogy keressétek az ő országát, és mindent megad nektek. Törődjetek az odafelvaló dolgokkal. Tudjátok, hogy mik az odafelvaló dolgok? Amikor azon vagy, hogy minél több embernek bizonyságot tegyél. Hogy elmondd az embereknek, hogy Isten hogy változtatta meg az életedet. De ne csak a szavaiddal beszél, ne csak a száddal beszél, hanem az életed legyen beszédes, a cselekedeteid legyenek beszédesek. Nem arról prédikálok, nehogy félreértsétek, hogy a cselekedetek fognak majd a mennybe vinni bennünket, de akinek van hite, annak van cselekedete is. Amen. Tesszük azt, amit Isten szól, amit Isten mond, és az odafelvaló dolgok azok, amiket majd, amikor elmegyünk haza, felmegyünk a mennybe, mikor ebből a testből, ebből a porsátorból kiszállunk, és hazamegyünk oda, ahol nekünk az örökkévaló otthonunk van, amire Jézus azt mondta, hogy ő elmegy az atyához, visszamegy, és ő házakat fog építeni, mennyei hajlékokat fog építeni, mert ott nagyon sok ház lesz, ott nagyon sok hely van, és amikor mi hazamegyünk, akkor nekünk már ott házunk lesz, hajlékunk lesz, ő készíti. És ezért mondja, hogy akkor a mennybe gyűjtsük a mi kincseinket. És ez a kincs, ez a szeretet, Galácia 5.22-t elolvasod, a szeretet, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség. Olyan jó lenne látni, hogy a hívő emberek szeretik egymást. Hogy a hívő emberek nem azon versenyeznek, hogy ki a nagyobb, ki a pásztor, meg ki a nem tudom milyen szolgáló, meg ki a nem tudom, hogy mekkora pozícióban lévő ember. Az Isten országa nem erről szól. Mert aki nagy akar lenni, azt mondja az írás, az legyen mindenki szolgálja. Isten királyságának van alapja. Alapja van az Isten királyságának. És ez az alap a Máté 16-13-18-ban van, és a Róma 14-17-ben. Amit említettem az előbb, amikor Simon Péter szembesül Jézussal, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, akkor azt mondja Isten, illetve Jézus azt mondja Péternek, hogy boldog vagy Simon Péter, mert nem test és vér jelentette ezt ki nektek, neked, hanem az én mennyei atyám. És azért nagyon érdekes ez a kijelentés, amikor azt mondja, hogy boldog vagy, mert a boldogság szónak is van több jelentése. És valahol a boldogság, az öröm, az úgy néz ki az igébe, hogy újjongó öröm. Tudjátok, milyen fájdalmas nézni a hívő emberek bánatos, lelógó arcát? Nagyon, nagyon elkeserítő. Hívők vagyunk, szeret bennünket, Jézus, nem tudjuk, mi lesz velünk. Nekem, ha valaki oda jön bizonyságot tenni ilyen arccal, én őt nem hallgatom meg. Mert elszólít engem, és depressziós leszek, ha ilyeneket hallgatom. Ragyogni kell az arcotoknak. A ti arcotoknak is. Ragyogni kell az örömtől. Újjongó öröm kell, hogy a szívetekben legyen, mert életet nyertetek, a halálból átmentetek az életbe. Isten átvitt a halálból benneteket az örök életbe. Örök életetek van, és ezt nem kell eltitkolni. Nem kell leplezni, hogy nem levetek, mert boldog vagyok. Ez nem olyan öröm, amit titkolni kell. Ezt hirdetni kell, ezt az örömet. Tehát amikor azt mondja Péternek Jézus, hogy boldog vagy, akkor az a fajta boldogság Péternél az, amikor az Isten kijelentését megismerheti Péter. Az atyától kapott kijelentés, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek a fia. És utána azt mondja Jézus a boldogság után a tanítványoknak és Péternek, hogy ne mondjátok el senkinek
azt, hogy tudjátok, hogy én vagyok a Krisztus, az Istennek a fia. És tudjátok, hogy ez miért van? Nem állítom, hogy így van, de van egy feltételezésem. Az 1 Korintus 15-ből indul ki az én feltételezésemnek az alapja, és ez az alap, ez abból van, amikor Pál apostol azt mondja az embereknek, hogy eszetekbe juttatom továbbá atyám fiai az evangéliumot. Remélem ismeritek ezt a történetet. És azt mondja, hogy Jézus eljött a földre, ugye emberi testet öltött, magára vette a bűneinket, és meghalt a kereszten, és utána Jézus a kereszten meghalt, eltemették őt a sírba. És miután a sírba volt 3 napig, az Atya Isten a halálból feltámasztotta Jézust, és miután feltámasztotta, egy nagyon nagy csoda történt. Elég nagy csoda már ez is, hogy feltámad, de még egy nagy csoda történt. Megjelent az embereknek. És az én feltételezésem az az, hogy amikor Jézus erről beszél, hogy ne mondjátok el senkinek, hogy én vagyok a Krisztus, ez azért van, mert ő szeretné kijelenteni magát mindannyiunknak. Vizsgáljátok meg, nem állításként szeretném ezt megfogalmazni, de ahogy szoktuk hallani, egyétek meg a halat, hagyjátok ott a szárkát. Ki akarja Isten jelenteni önmagát? Be akar neked mutatkozni? Találkozni akar veled? Nem csak hallomásból, nem csak úgy, hogy olvastál róla, csak úgy, hogy láttad a tévébe, vagy Jézusos filmet láttál, katolikus feldolgozásba, vagy mindegy milyen feldolgozásba, hanem ő személyesen meg akar jelenni. Bele akar nézni Jézus a szemedbe. Mikor néztél utoljára a szemébe bele, testvérem, aki megtértél? Mikor vettél tőle utoljára kijelentést? Mikor hallottad, hogy ő szól hozzád? Imádkozunk, elmondjuk a kéréseinket, és még azt se várjuk meg, hogy valamit válaszoljon. Adj időt Istennek, hogy szóljon hozzád. Amikor imádkoztok, drága testvérek, mindig úgy imádkozzatok, hogy adjatok időt arra Istennek, hogy ő is szóljon hozzátok. Ne elégedjetek meg azzal, hogy elmondjátok a ti gondolataitokat, vagy a ti kéréseiteket, hanem kicsit maradjatok még ott térden, vagy maradjatok ülve, állva, nem tudom, ahogy imádkoztok. És várjátok azt, hogy Isten szóljon hozzátok, hogy válaszoljon a kérésetekre. Mert Isten válaszolni akar a kérdéseinkre. Nagyon sokszor ezért nem kapsz választ. Mert nem adsz időt neki, hogy válaszoljon. Mert nem hallod meg, hogy ő akar hozzád beszélni, hanem gyors szaladsz, kapcsolod be a tévét, és nézed a Forma 1-et. A Forma 1-et én szoktam. Tehát az Isten királyságának az alapja, azt mondja Jézus, hogy te Péter vagy, és erre a sziklára, kősziklán építem fel az én nagyaszent egyházamat, amin a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Ez nem azt jelenti, hogy a Pétert, mint apostolra építi az anyaszentegyházat, ahogy ezt nagyon sokan gondolják, mert ugye a Péter nevének a jelentés, és megint ide kell visszatérnünk, hogy a Péter nevének a jelentés az Petros, a Petros pedig kövecskét jelent. Tehát nem kősziklát, kövecskét jelent. És tudjuk azt, hogy a Péternek az élete, ha olvasok az igét, látjuk, hogy voltak neki megingásai. Vajon az Isten az ő anyaszent egyházát olyan emberre építi, aki meginok? Akkor az mitől lesz kőszikla? És azt mondja, hogy a kőszikla az az, amikor azt mondja Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Erre a kősziklára építi Isten fel az ő országát. Hogy Jézus a kőszikla, hogy ő az Istennek a fia. Ez a szikla, hogy ő az Istennek a fia. Hogy ő az, akit megígért, hogy elküldte, hogy majd el fog jönni erre a földre, el fog jönni erre a világra a messiás, a Krisztus, ami azt jelenti, hogy a felkent, a kiválasztott, és amikor eljön a földre, akkor a világ bűneit magára veszi. És meghal a mi bűneinkért. Amen. Tehát ez a mi királyságunknak, az Isten királyságának ez az alapja. A Róma 14:17-et szeretném elolvasni, egy nagyon-nagyon fontos ige, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság. Itt az igazság szónál egy picit, hogyha megállok, itt az igazság szónak 3 jelentése is van. Az egyik az, hogy jogosság, a másik a méltányosság és a megigazulás.
Tehát az Isten királyságában törvények működnek. Olyan nincs, hogy elkövetek különböző dolgokat, és akkor majd én megúszom. Olyan nincs, hogy én megölök egy embert, és majd imádkozok, és majd nem visznek el a börtönbe, és nem ítélnek el engem gyilkosságért. A tetteinknek, drága testvérek, a tetteinknek, a cselekedeteinknek vannak következményei. És nem kell megsértődni, amikor nem úszod meg a börtönt, vagy nem úszod meg azt a fajta büntetést, ami jogilag jár. Hanem egyszerűen meg kell értenünk, be kell ismernünk, hogy az Isten országába jogosság van. Méltányosság és megigazulás. A megigazulásra szeretnék egy kicsit még rámutatni a számotokra. A megigazulás az azt jelenti, hogy éltem eddig az életemet úgy, ahogy éltem, de most már megváltozik az életem, megváltoztatom. Lehet, hogy eddig veszekedős ember voltam, most már nem veszekszek. Lehet, hogy eddig sértődős ember voltam, de most már nem sértődök meg, mert annál jobban szeretek. A sértődős ember az nem szeret, az csak magát szereti. Az, aki megsértődik, az olyan ember, aki csak önmagára gondol, másokra nem. De az Isten országában meg kell változnunk. Át kell, hogy alakuljon az életünk. Olyanokká kell válni, hogy amikor tényleg azt mondják, hogy azt mondja az írás, hogyha valaki arcüllőt az egyik oldalon, akkor tartsd oda a másikat, a te orcádat. Ezek hatalmas dolgok az életünkben. Sokszor, amikor hallom a testvérek bizonyságtételét, hogy hívjuk az embereket megtérésre, akkor úgy szoktuk mondani, hogy testvérem, térjél meg, szeret téged az Isten. Az Isten megáll téged, boldog leszel, megváltozik az életed, lesznek lovaid, lovaskocsiaid, hintóid. Térjél meg, drága testvérem, most már majd crossoverrel fogsz járni, nem csak egy szedánnal. És biztos Isten meg is áldja az embereket. Sok esetben látjuk ezeket, hogy Isten hogyan áld meg bennünket. De úgy nem térítünk meg senkit, hogy gyere az Úrhoz és majd nézd meg, tudod milyen sokat lehet szenvedni? Mert az Úr szolgálatában, az Úr követésében nekünk át kell formálódni, és a formálódás a szenvedéssel jár. Jézusnak nem volt 35 palotája. Nem terepjáróval járt a kocsmába, meg a lottózóba. Tudjátok, nagyon sokszor nem a tiszta evangéliumot vesszük. Nagyon sokszor becsapjuk egymást az evangéliummal, mert azt mondjuk, hogy ez az igazi evangélium. Megáll téged az Isten, majd ez lesz neked, meg az lesz neked. És közben a hívő ember meg tapasztalja, hogy őszintén akarja Istent követni, tanulmányozza az igét, tanulmányozza az írást, és azt látja, hogy milyen sokat kell szenvedni az igaz embernek. Jól döntöttetek, hogy megtértek, sok szenvedésben lesz részetek. Ezt megígérem nektek. Lesz nagyon sok örömbe is részetek, de ezek az örömök, ezek mennyi örömök lesznek. Újongások lesznek, mennyi újongások lesznek az életetekbe, és mindig azt lássátok, hogy kicsoda Jézus. Mindig ez legyen előttetek. Ne az legyen, hogy hát neked egy kicsi Jézusod van, mert csak kicsit hiszel benne. Ha ő a világnak alkotásánál ott volt az alapok felvetésénél, akkor ő a világ mindenség, Uram. Az egyetemisták elmennek. Azt olvassuk tovább az igébe, hogy megkeresztelkedtek János által a Jordán vizébe, és vallást tettek az ő bűneikről. Ugye a megkeresztelkedés, vagy bemerítés, ahogy mi szoktuk mondani, az alámerítkezést jelent, vízbe teljesen alá fogtok majd merülni. És úgy van, hogy ki hány éves, annyi percet kell a víz alatt lenni. Hát nem tudom, hogy ki milyen idős, de annyi percet lenni kell, hogy legyetek. Nem kell lenni, csak vicceltem. A vízben való teljes belemerülést jelenti a bemerítkezés,
És a bemerítés Jézusnak a parancsa. Ő parancsolja, hogy térjetek meg és merítkezzetek be. Ez a Biblia tanítás szerint gyakoroljuk, mi magunk tesszük. És olyan embereket szoktunk bemeríteni, akik az Istennek az örömhírét, az evangéliumot megismerték, elfogadták, hisznek benne, és úgy adják az életüket Jézusnak, hogy elhatározták, hogy vele akarják az életüket élni. És ezért mondtam a legelején, hogy ha megkérdezi Tibi, te fogsz meríteni, ugye? Ha megkérdezi a Tibi véletlenül, hogy meddig akarod Jézust követni, akkor jól gondold meg, hogy mit mondasz. Mert figyelni fogunk benneteket. Én biztos figyelem, hogy itt vagytok-e, ha jövök, vagy nem vagytok. Vagy ott, ahol vagytok gyülekezetben. A bemerítés azt szimbolizálja egyébként, hogy a régi ember, a régi éned alá megy a vízbe, meghalsz a bűnnek, és amikor a vízből felemel a Tibi testvérünk, akkor te egy új emberként fogsz feljönni onnan. És ez a bemerítkezés, ez egy vallástétel is. Vallást teszel sok ember előtt, hogy te Jézus mellett döntöttél. És ha legközelebb találkoztok a lottózóba, vagy a kocsmába, akkor majd megkérdezik, hogy hát te mit csinálsz itt? De nem fogtok ott találkozni, igaz? Nem fogtok ott találkozni, mert nem járunk ilyen helyekre. A bemerítés, megvallás a szellemvilág előtt. Megvallom a szellemvilág előtt, az angyalok előtt, a démoni erők előtt, az atya előtt, hogy én most már Jézushoz tartozom. És én hazaértem. És én élek, és nem vagyok halott, hanem élek Jézus által, feltámadtam. Azt olvassuk, hogy vallást tettek az ő bűneikről. Néhány gondolatot ezzel, és be fogom fejezni az igehirdetést. Ugye a vallás tétele, a bűnnek a vallás tétele, az egy nagyon fontos dolog. Amikor Ádám és Éva elkövette a bűnt az édenkertbe, az édeni tragédia, amikor megtörtént, akkor ők elbújtak az erdőbe, és falevelekkel eltakarták magukat. És ez azért történt, mert ők nem vállalták fel a felelősséget, a bűnnek a felelősséget. Nem vállalták el akarták titkolni. Elbújtak, elrejtőztek, mert a bűnben félelem van, a bűnben szégyenérzet van, és a bűnnek a fizetsége, ahogy már említettem, a halál. És akkor, amikor Ádám és Éva elbújt Isten elől, és megkérdezte Isten, hogy csak nem ettetek a fának arról a gyümölcséről, amelyről mondtam, hogy ne egyetek, akkor Ádám, mint egy igazi férfi, odaállt és azt mondta, hogy hát az asszony adta. Tehát egy igazi férfi így vállalja a felelősséget sokszor. Itt van a feleségem, most így mondom. De egy igazi férfi így vállalja a felelősséget, hogy nem én vagyok a hibás, az asszony adta. De azért az asszony se kell félteni, mert az asszony válasza is mi volt? Hát a kígyó mondta, hogy vegyek belőle. A kígyó beszélt rá. Nem vállalták a felelősséget, a bűnnek a felelősségét nem vállalták fel. Ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy Uram, vétkeztem. Istenem, vétkeztem ellene. És bocsáss meg, és könyörülj rajtam. Ehelyett inkább próbálták rátolni a balhét másokra, másra. A Dániel 9.20-ban azt látjuk, hogy maga Dániel is, de egyébként Nehémiás prófétánál is ugyanezt látjuk, hogy imádkoznak az Istenhez, és vallást tesznek az ő bűneikről, a saját bűnükről, és az egész nemzetüknek, a népének a bűnét megvallja az Isten előtt, és bocsánatot kér az Istentől. Tudjátok, ennél nagyobb bátorság nincs, amikor valaki megvallja a bűnét, beismeri a bűnét, beismeri, hogy tévedett, hogy rosszul csinált, hogy vétkezett, hogy bűnt követett el. És amikor ezt beismered, és azt ott állsz Jézus előtt, és várod az ő bocsánatát, akkor azt mondja az írás, hogy aki megvallja az ő bűnét, és nyilván megbánja, nem magát sajnálja, hanem azt, hogy Jézusnak fájdalmat okozott, aki megbánja az ő bűnét, azt mondja az írás, hű és igaz, hogy az Isten annak megbocsájt. Amen. Megbocsájt neked az Isten.
Gondolom, vallást tettetek a ti bűneitekről, ha nem, akkor... Ha, mert hogy aki nem tett vallást, az a hány éves, annyi perc. És azzal szeretném befejezni akkor, ahogy ígértem, hogy befejezem, hogy azt mondja az írás, hogy teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsök. A megtéréshez illő gyümölcsök alatt 5-22-23-at már említettem, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, ezek mind olyan dolgok, amiknek az életünkben jelen kell lenni. Aki eddig ideges ember volt, vagy agresszív ember volt, az majd valamennyire kell, hogy békésé váljon. Vagy teljesen békésé váljon. Aki eddig elment lopni, az már most ne menjen el lopni. Mert az írás erről is beszél, hogy ez is megváltozik az életünkben. Bízzatok Istenbe. Higgyetek benne, hogy ő, amit megígér, amit mond, és hűségesek vagytok hozzá, ő ezt teljesíteni fogja, ezt be fogja teljesíteni. Azt mondja Máté 12:33, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, ami illik. Jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Mondhatod te majd, hogy Uram, hát én nem a te nevedbe üztem ördögöt, hát én nem a te nevedbe látogattam beteget, nem a te nevedbe gyógyult meg a beteg, amikor én imádkoztam érte. És azt mondja majd Jézus, hogy távozz tőlem, nem ismerlek téged. Vagy azt fogja mondani majd neked, hogy amikor beteg voltam, eljöttél és meglátogattál engem. És te megmondod, tehát Uram, hát mikor voltál te beteg, hogy én hozzád menjek? És hogyha egyet a legkisebbek közül meglátogatsz, amikor beteg, a kórházba, vagy az otthonába, vagy elmész egy özvegyasszonynak segíteni, sok özvegyasszony van. Sok özvegy férfi ember is van. És amikor ott vagy, és a segítségére vagy, lehet, hogy te nem is veszed ezt egy olyan dolognak, hogy milyen nagy dolgot tettél, de az Isten előtt ez jegyezve van. És akkor, amikor az Isten ezeket jegyzi, ezek mind neked kincsek a mennybe. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Ugye azt mondta bemerítő János a farizeusoknak, a sadduceusoknak, ezek vallási tanítók voltak, és azt mondta nekik, hogy mérges kígyók fajzatai vagytok. Ki intett meg benneteket, hogy be kell merítkezni? Azt hiszitek, megmenekültök a halálból? Tehát nem a víz fog megmenteni, hogy most vizesek lesztek, hanem azt, hogy a szívetekbe eldöntöttétek, felismertétek, hogy nektek Jézus kell, Jézusra van szükségetek. És azt fog megmenteni, hogy hiszitek, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek a fia. És tegyétek azt, amit ő mond. Az Úr Jézus áldjon meg benneteket. Ha nem akarsz lemaradni a Remény Hír TV legújabb adásairól, illetve a Cigánymisszió legfrissebb eseményeiről, iratkozz fel csatornánkra!